Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Olyan vegyszereket, nem olyan növényvédőszereket és nem is annyit használnak a gazdálkodók, mint amit a konvencionális gazdálkodásban lehet. A biogazdálkodás témakörében tartott ingyenes előadást Uba Imre, a Jászlóskoszolnok megyei közgyűlés elnöke. A jászsági fiatalok önkéntes csapat egyesülete példamutató kezdeményezésével több mint 100 elhagyott sírt takarított meg a Jászapáti temetőben. Október 24-én zárt körű ifjúsági szólótánc versenyt valósítottak meg a Jászság Népi Együttes székházában. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at láthatják hétfőn este 18 településről 18 órától. A biogazdálkodás témakörében tartott ingyenes előadást Huba Imre, a Jászlóskoszolnok megyei közgyűlés elnöke, október 21-én délután a Déliné rendezvényházban. A Jász Piacért Egyesület előadás sorozatának aktuális előadója maga is biogazdálkodó, így még hitelesebben értesülhettek a résztvevők ennek a gazdálkodási formának a lehetőségeiről, táplálkozásunk minőségének javításáról és arról, hogy miként csökkenthetjük tudatosan ökológiai lábnyomunkat. Egyre többet hallani a biogazdálkodási formáról, de miben különbözik a hagyományos konvencionális gazdálkodástól? Erről kérdeztük Hubai Imrét, a Jász-Nagykunszolnok megyei közgyűlés elnökét, aki október 21-én tartott ingyenes átfogó előadást a témáról a Déliné rendezvényházban. Nem olyan növényvédőszereket és nem is annyit használnak a gazdálkodók, mint amit a konvencionális gazdálkodásban lehet. Egy nagyon szigorú ellenőrzés és tanúsítási rendszer szerint egy különleges minőséget állítanak elő a biogazdálkodók, ami bárhol a világon, de elsősorban Európában azonos minőségi kritériumoknak megfelelő, azonos termelési módszerek alkalmazásával kerül megtermelésre. A Jászpiacért Egyesület előadás sorozatának aktuális előadója maga is 23 éve gyakorló biogazdász. Családjával megvalósította megyénk legnagyobb biogazdaságát, melyet folyamatosan fejleszt, működtet, így hitelesen tudta átadni tudását. Mert egy biogazdálkodó nagyon odafigyel arra, hogy ne csak a gazdálkodásban, hanem életünk megnevetni legyen tudatos. És ez a tudatosság, ez egyfajta elkötelezettség, nem csak a termelés, hanem a fogyasztó irányába is. A fogyasztók pedig egyre környezettudatosabbak. Törekszik arra, hogy minél tisztább, minél egészségesebb élelmiszer fogyasszon, a termelő pedig arra, hogy minél kevesebb ökológiai lábnyomot hagyjanak maguk után a termeléssel. Amikor ez a kettő találkozik, egy nagyon szerencsés helyzet, hiszen a bioélelmiszernek tudatos fogyasztóra van szüksége, és fordítva a tudatos fogyasztónak bioélelmiszerre van szüksége. Éppen ezért fontos, hogy megteremtsük az áru és a vevő egymásra találásának a helyét is, ezért olyan piacok, olyan üzlethelyiségek létesítését kifejezetten kívánatosnak tartjuk, ami specifikusan a bioélelmiszerekre koncentrál. Előadása során felhívta a figyelmet a bioélelmiszerekből előállítható további feldolgozott termékek lehetőségére, mely a biotermelő igazi jelentőségét adja. A biogazdálkodóvá válás folyamata időigényes és magas szaktudást kíván a termelőtől, amelyhez fontos vidékfejlesztési forrásokat vehetnek igénybe a gazdák. Nagyon komoly többletmunkát igényel a gazdálkodótól, nagyon komoly személyes jelenlétet és nagyon sok kézi munkát. Mivel munkaerő igényesebb, mint a konvencionális gazdálkodás, ezért drágább is, és a várható termés hozam is sokkal kevesebb. Ezért az Európai Unió és Magyarország kormánya is támogatja a biogazdálkodást, támogatja az áttérést egy kicsit magasabb összeggel, és már a fenntartási időszakot is támogatja. Ha valaki csökkenteni szeretné ökológiai lábnyomát és elkötelezett a környezetvédelem és az egészséges ételek iránt, érdemes minél korábban belevágni a biogazdálkodási formába, tanácsolja a közgyűlés elnöke. Én azt gondolom, hogy 2021 végétől egy újabb hulláma kezdődik az ökológiai gazdálkodásra való átállásnak, és a feldolgozók is egyre nagyobb mértékben fogják keresni ezeket az alapanyagokat, tehát szükséges, hogy a termelők növeljék a kínálatot. Ám a puding próbája az evés, így Hubai Imre saját ökofarmjáról származó háztáji finomságok kóstolójával erősítette meg az elhangzottakat. A biogazdálkodás iránt komolyan érdeklődők a Biokultúra Egyesületek tanfolyamain keresztül tájékozódhatnak. A Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete példamutató kezdeményezésével több mint 100 elhagyott sírt takarított meg a Jászapáti temetőben, a közelgő Mindenszentek és Halottak napjára készülve.
Már ahogy megközelítjük a jászapáti temetőt, a kerítése helyezett felhívások között találunk egy önkénteseket toborzó táblát, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy az itt található elhagyott sírhelyek rendbetételét tűzte ki célul a Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete. Ki a kékkel jelölt a kész sírok? Ma több mint 50. Mi alapján válogattok? Hát minél gazosabban van. Csak így mentek, és akkor tudjátok, hogy meglátok egyet? Aztán beljebb. Már ekkor az volt a fiatalok terve, hogy akár 100 sírt is rendbe tesznek, ha idejük engedi, illetve ha az önkéntesek csatlakoznak. Szerencsére mindig voltak annyian, hogy tudtak érdemi munkát végezni a temetőben. Ez egy nagyon tiszteletre méltó kezdeményezés, ami most Jászapátiban elindult, azzal együtt, hogy az Egyesület már tett le az asztalra, tehát vitathatatlanul vannak eredményei. Egy olyan civil kezdeményezésnek tartom én is, ami rendkívül életképes és nagyon is alkalmas, és helyén való, hogy ezt próbáljuk meg támogatni, és minél szélesebb körben ezt a kezdeményezést elterjeszteni a jászságban, hiszen nagyon sok elhagyott sír van, sokan vándorolnak el a jászság területéről, a megyéből is, sok olyan sír van, amelyet már nem gondoznak, mégis méltó arra, hogy főleg így minden szentek előtt közvetlenül figyeljünk rá. Az 1759-ben megnyílt temető a 20 évvel korábban épített Szent Rozália kápolna miatt került ide jelenlegi helyére, melyet az elmúlt években alaposan karbantartottak, de így is sok elhanyagolt sírt lehet találni, amire ráfér a gondozás. Ugye, ahogy a temetőt járjuk, már sajnos mindnyájunknak már muszáj ide kijönnünk, mert hozzátartozóink vannak. Látjuk, hogy a környezet nem mindenhol a mondjam azt, hogy barátságosabb, nem ideillő szó, de így lehet megfogalmazni, és azért mindjárt tudjuk, hogy egy rendezettebb, tisztább környezetben sokkal jobb megemlékezni még a szeretteinkről is, és ezért gondoljuk azt, hogy megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy az emberek egyrészt biztonságosabban érezzék magukat, mert ezért, hogyha egy átláthatóbb környezetben vagyunk, sokkal biztonságosabban érezzük magunkat, és egy tisztább környezetbe jöhessünk ki megemlékezni a szeretteinkre. Az önkéntes akció még pár napig, pontosabban október 30-áig szól. A szervezők az egyéni munkát is ösztönzik, és várják a csatlakozók előtte-utána fotóit a sírkert kitakarított emlékhelyeiről. A koronavírus járvány alaposan átrendezte a 8. alkalommal megtartott jászsági, gyermek és ifjúsági szóló táncverseny előkészítését. Tavasszal egyszer már elhalasztott programot legvégül október 24-én zárt körű rendezvényként valósították meg a Jászság Népi Együttes székházában. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink jönnek. Meredeken emelkedik a koronavírus fertőzöttek száma hazánkban. 4 darab gömbkőr is fát ültettek a Jászberényi bölcsődébe, és a hétvégén tartotta első Jászberényi e-sport rendezvényét az Epic Falcon Gaming közösség. Rövid híreink következnek. Meredeken emelkedő szakaszban van jelenleg a második hullám. 2316 fővel nőtt az elmúlt 24 órában a laboratóriumi vizsgálattal igazolt fertőzöttek száma. Sajnos 47 krónikus beteget veszítettünk el. Kérem, hogy a hozzátartozók fogadják részvétünket. Így az elhunytak száma 1472 főre emelkedett, 16491-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 43600 fő, 2602 koronavírusos beteget ápolnak jelenleg kórházban, közülük 233-an vannak lélegeztetőgépen. Megyénkben jelenleg 1846 fő a regisztrált fertőzöttek száma, melyből a térségi országgyűlési képviselő legutóbbi tájékoztatása alapján 187 fő jászsági személy. Az elmúlt napok kiugróan magas számai miatt egyre fontosabb, hogy betartsuk a kormányzati intézkedéseket, vagy akár annál is többet a járvány terjedéseinek lassítása érdekében. A piacokon, bevásárlóközpontokban is érdemes hordani a maszkot, míg a szabadtéri és sportrendezvényeken már kötelező lett a maszk viselése. Folytatódik a fásítási program Jászberényben. Beszámoltunk róla, hogy az önkormányzat fél hektáros területen kezdte meg a napokban egy ligetes terület kialakítását fák, cserjék telepítésével a Neszűrben. A képviselőtestület nemrégiben döntött a faültetésre fordítható keret megemeléséről. A 3 millió forintos összegből feltöltik az önkormányzat csemetekertjét. A városi oktatási nevelési intézményekbe is jutott a fákból. Ahogy a Nagyboldogasszony katolikus iskolába, úgy a városi bölcsödébe is 4 gömbkőr is fát telepítettek a napokban. A
bölcsődei fatelepítés munkájában nem csak a gyerekek kapcsolódtak be, hanem a város polgármestere, Budai Lóránt, valamint Bobák Zsolt, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke is. A beültetett növényekkel pótolták a korábban telepített, de ki nem hajtott fákat. A városban mindezen túl a napokban folytatódik a tavaszi fatelepítés növényeinek pótlása is. Nem új keletű a jászságban a mára egyre népszerűbb e-sport. A térség korai előfutára 2014-től a Jászpénzről Illumina Kornu Klub volt. Három évadon keresztül szervezték és online streamelték országos Hearthstone kártyajáték versenyeiket, miközben a jászberényi játékos napon kisebb versenyeket is szerveztek. Ugyanitt már a közkedvelt FIFA is időről időre megjelent, de folyamatosan 2016 óta a Gironda Fest csapata szervezett bajnokságokat, mely most egy újabb szintre lépett. Október 24-én szombaton egy újabb FIFA bajnokságot hoztak össze a srácok, de most már a nemrég alakult Epic Falcon Gaming szervezésében. Az Epic Falcon előtt már 2016-ban e-sporttal kezdtünk foglalkozni, igaz még amatőrebb szinten, méghozzá Alattyánon a Gironda Festen. Igazából az elmúlt 5 évben felfejlődtünk oda Fejes Attilával karöltve, hogy jelenleg megalkottuk az Epic Falcon Gaminget, ami igazából egy e-sport közösség, egy e-sport csapat, ahol többféle játékkal lehet játszani, bajnokságokat csinálunk, lesznek online játékaink, online terek, és igazából az e-sport sztereotípiáit próbáljuk legyőzni a közönség felé, hogy valamilyen szinten ez is egy sport. A rendezvény megtöltötte a korábbi jászberényi látogatóközpontot, mely egy ideje a fiataloknak szóló programok bázisa. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés az ifjúság számára, ez egy kikapcsolódás lehetőség és egyben szórakozás is. Tetszik, hogy a szabályokat, előírásokat azt betartják, ami kell a vírus elleni óvintézkedésekben, szájmaszk, kézfertőtlenítés, egyéb dolgok. Külön kiemelném azt, hogy itt bármelyik korosztály játszhat. A tervek szerint 2021-től egyre több játékkal és közösségi programmal lehet majd találkozni az Epic Falcon Gaming közösség szervezésében. A koronavírus járvány alaposan átrendezte a 8. alkalommal megtartott jászsági, gyermek és ifjúsági szóló táncverseny előkészítését. A tavasszal már egyszer elhalasztott programot végül a hétvégén, október 24-én zárt körű rendezvényként valósították meg a Jászság Népi Együttes székházában. A járványhelyzet hatása a bemutatók számán is látszott. A régiós megmérettetése eredetileg 96 nevezést nyújtottak be, a versenyre azonban három megyéből végül 36 produkcióval érkeztek. A néptánckincsünk legjavát már fiatalon magas szintre emelő táncosok. A bemutató előtti utolsó pillanatig próbáltak szombaton a Jászság Népi Együttes Víz utcai székházában 8. alkalommal megrendezett gyermek és ifjúsági szóló táncverseny résztvevői. A tehetséggondozás, a hazai néptáncos utánpótlás nevelése, a táncos egyéniségek megtalálása fontos célja a rendezvénynek. A karaktereket keressük, azokat a táncosokat, akik majd később a ifjúsági táncegyüttesbe, illetve a Jászság Népi Együttesbe fognak majd fölkerülni. Már tapasztalatból mondhatom, hogy nagyon jó működik ez a rendszer, és tényleg azok a tehetséges, kiválóan, kiemelkedően tehetséges táncosok, akár csak ha gondolunk a Pávára, már ugye ott is megmutatkoztunk szólóban is, párban is, illetve csapatban is természetesen, tehát abból tudjuk kamatoztatni ezeket az itt elért energiákat, munkát. A berényi versenyre az Észak-Alföldi régió megyéinek Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykunszolnok táncos műhelyeiből jelentkeztek a fiatal táncosok. Az eredetileg tavaszra tervezett megmérettetést a járványügyi korlátozások miatt végül csak most tudták megtartani. Azonban így sem érkezett meg a korábban nevezett összes produkció. Az eredeti 96 nevező közül különböző okok miatt sokan lemondták a részvételt. Szombaton 36 bemutatót láthatott a zsűri, de még a kísérő zenekar összetétele is módosult az utolsó pillanatban. A zenekar az tegnap állt össze, annyira, hogy a mi Zagyva bandánk, ez nem ez az Agyva banda, aki itt van, jelen van, hanem ez az Agyva bandának a barátai, akik tegnap tudták meg, hogy a Prímás nem lesz itt, és a testvére, a Bőgős, a Marci, ő is beteg lett, Gellért és Marci, ezért egy
SOS zenekart kaptunk, olyan Covid zenekart, ahogy ők mondják magukat. Kevesebb fellépővel, ideiglenes zenekarral, mégis rendkívül magas szakmai színvonalon zajló versenyt tekinthetett meg a zsűri. A grémium vezetője, Sikentán Szilveszter pozitív tapasztalatokat gyűjtött Jászberényben. A régió patinás táncműhelyeinek oktatói ugyanis komoly szakmai háttérrel vértezték fel a versenyre érkezőket, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon készítették fel a táncosokat. Az innen országos döntőbe jutó fiatalok a mozgalom jövőjét biztosíthatják, vélekedett a zsűri elnöke. Ezek a fiatalok, akik ilyenkor a döntőben kiemelkedőt nyújtanak és díjakat nyernek, nagy valószínűséggel ők fogják 15-20 év múlva csinálni a néptáncmozgalmat, ők fognak itt állni egy nyilatkozattétel kapcsán, mint örökségelnökök, ők fogják vezetni a Jászság népi ütest, ők fognak szólótáncversenyt szervezni, tehát nagyon fontos felelősség van a kezünkben, hogy ez fennmaradjon és tovább éljen. A régiós verseny legjobbjai később Szarvason a gyermek és ifjúsági néptáncosok országos szólótáncversenyén mérhetik össze tudásukat jövőre. A táncbemutatók közös, nyilvános értékelése ez alkalommal szintén a járványhelyzet miatt elmaradt. Az eredményekről és a zsűri véleményéről ezen a héten online úton kapnak értesítést az érintettek. Mindenki azt reméli, hogy a következő versenyt már a megszokott keretek között rendezhetik meg a hazai néptáncos műhelyek. Sport következik. A koronavírus járvány igencsak megnehezíti a kosárlabda csapatok küzdelemsorozatát is, hiszen alig van klub, ahol ne lenne fertőzött játékos, így sorban maradnak el a mérkőzések. Nincs ez másképp Jászberényben sem, hiszen a JKS-e utóbbi két bajnoki meccse is elmaradt. Városunk NB1-es női röplabda csapata viszont lejátszott a soron következő mérkőzését. A vendégek Budaörsről érkeztek. Deme Gábor együttesében újra rendelkezésre állhatott a csapatkapitány Faragó Fanni, de ennek ellenére is a vendégek számítottak egyértelmű esélyesnek. Minden esetre jól kezdtek lányaink. Például Farkas Fatime remek leütésének tapsolhattak a hazai nézők. Sőt, Csiki Alice feladását követően Csaba és Szonya is látványos leütéssel rukkolt ki középen. 2-2 után viszont a budaörsiek percei következtek, és már ők vezettek 6 ponttal. Hiába kérte magához lányai Deme Gábor, továbbra is a fővárosiak maradtak lendületben, és 25-14-re nyerték a játszmát. A második etap elejét igencsak meghúzták a fővárosiak. Nem elég, hogy gyorsan elhúztak 4 ponttal, a berényi csapat egyik legjobbja, Csabai Szonya bokasérülést szenvedett. De mint kiderült, azóta már jól van. Szerencsére ez nem zavarta meg lányainkat, és óriási lelkesedéssel kiegyenlítettek. De megismétlődött az első etap forgatókönyve, és ismét a vendégek akarata érvényesült, és ezt a szettet is simán nyerték. Ezúttal 12-25-nél cseréltek térfelet. A harmadik játszma ott folytatódott, ahol az előző abba maradt. A budaörsi lánykoszorú nem vett vissza a tempóból. Bár igyekeztek a berényi lányok is, de többször is hiba csúszott a gépezetbe. Nem sikerült tehát meglepetést okozni, azaz a mérkőzés végén a vendégcsapat örülhetett a 3-0-ás győzelemnek. Deme Gábor nagyon fiatal együttesének nem kell azért szégyenkezni, hiszen lelkesen játszottak, de az ellenfél ezúttal sokkal jobb volt. A lányok meg is köszönték a közönség biztatását, akik elég sokan kilátogattak a röplabda mérkőzésre. Adásunk végén nézzük mai főbb híreinket még egyszer röviden. Olyan vegyszereket, nem olyan növényvédőszereket és nem is annyit használnak a gazdálkodók, mint amit a konvencionális gazdálkodásban lehet. A biogazdálkodás témakörében tartott ingyenes előadást Huba Imre, a Jászenkoszolnok megyei közgyűlés elnöke. A Jászsági Fiatalok Önkéntes Csapat Egyesülete példamutató kezdeményezésével több mint 100 elhagyott sírt takarított meg a Jászapáti temetőben. Október 24-én zárt körű ifjúsági szólótáncversenyt valósítottak meg a Jászság Népi Együttes székházában. Eddig a Hír 18 hétfőn este, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat keressék a megszokott internetes lapokon, kövessenek be bennünket Facebook csatornánkon, YouTube csatornánkon, illetve a jttv.hu hírportált is követhetik. Köszönöm figyelmüket, viseljenek maszkot, tartsák a távolságot, illetve a lehető legtöbbször fertőtlenítsék kezeiket. Saját és embertársaik érdekében vigyázzunk egymásra. Minden jót, viszontlátásra! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.